Ez az épület piacnak épült, az is lesz. Ahogy a szórólapon olvashatták, mindenki megkapta, a hivatalos avatása az épületnek akkor fog megtörténni, amikor az első piaci nap lesz. A szórólap legyártását követően eltelt időszakban kiderült az is, hogy melyik lesz ez a nap. Július 28-án lesz az első piac napunk, és akkor lesz az ünnepélyes avatása ennek az épületnek. A mai, ez egy főpróba, ahogy írtam. Próbáljuk ki, minden működik-e, vagy esetleg nem kell lebontanunk, vagy valamit másként megépíteni. Hát, ha lehet benne jó szórakozni, mert ez elsősorban annak készült, hogy egy közösségi helyszínt teremtsünk, hiszen aki járt itt Becsenyel lakodalomban, mindenki tapasztalhatta, hogy milyen népszerű hely ez itt, meg milyen népszerű hely ez, főleg a dohányosoknak. De ezen kívül szeretnénk még egyéb rendezvényeket is tartani a piac mellett, például az a belső tér, hogyha elmennek és megnézik, akár családi események megtartására is alkalmas. Születésnapok, ballagás, stb. Tehát innentől ezzel az épülettel, amikor benyújtottuk erre a pályázatot, lehet, hogy túlvállaltuk magunkat, de heti piacnapot vállaltunk, mert heti egy napot, ami nagyon kemény, és ez a piacnap, ahogy a szórólapon is láthatták, olvashatták, ez péntekenként este 5 órától, vagy délután 5 órától este 8-ig, ez a nyári időszámítás szerint, a téli időszámítás szerint pedig majd előbbre fogjuk hozni. És azt is szeretnénk, hogy ugyanúgy, ahogy most is kapható lángos kolbász, akkor minden pénteken este legyen és kapható legyen. Lángosért vagy beszélgetni biztosan el fogok élni. De most ez az egyik legfontosabb célja még nekünk. Azt kívánom mindenkinek, hogy ma este próbáljon ki mindent, próbálják ki a lángost is, a büfét is, egyenek, igyanak, tehát jó szórakozást mondjuk én. Thank you.
hatását. Thank you.